Jó napot kívánok, sziasztok! Itt vagyok az Alsó-Sajói bányavíz kiömlőnél. Kénytelen voltam ide fölgyalogolni a folyó medrébe, ugyanis a minisztérium eltorlaszolta az ide vezető bejáratot, és őrző-védő szolgálatot is rendelt a védelmére, hogy senki ne lássa, hogy tulajdonképpen ugyanaz folytatódik, habár kisebb mértékben, mint ami az elmúlt 100 napban is történt. Magam is azt tapasztalom, amit a minisztérium is állít, hogy a szennyezés mértékét sikerült csökkenteni a vízben, nagyjából a kétharmadával, azonban ez annyit jelent, hogy az egyharmada még mindig benne van a nehéz fém és fél fém mennyiségnek, tehát naponta a 1,5 millió liter szennyező víz helyett csak 1,5 millió liter folyik a folyóba, és a napi 4,2 tonna vas mennyiség helyett csak 1,4 tonna, cinkből is már csak 0,5 tonna jut a folyóba, és arzénból is már csak 2 kg. Na most szándékosan fogalmaztam ironikusan így, hiszen ezek a mennyiségek még mindig több százszorosát jelentik a megengedett mértéknek, és azzal, hogy ennek a folyónak az élővilágát az elmúlt hónapokban sikerült teljesen kiölni, az ilyen a minisztérium szerint alig, illetve a képviselő úr szerint alig szennyezett bányavíz beérkezése nem teszi lehetővé, hogy a folyó regenerációja elkezdődjön. Úgyhogy továbbra is felszólítjuk a minisztériumot, hogy cselekedjen, és elutasítjuk petíciós kollégáim nevében azt a fajta rágalmazó, pökhendi hozzáállást, amit a képviselő úr részéről tapasztaltunk, aki petíciós kollégámra azt találta volt mondani, hogy szégyent hoz a munkaadójára. Dr. Varga Tibor sebészorvos úrról beszélek, azzal, hogy velem együtt eltorlaszolta itt a bányavíz kiömlőjét figyelemfelkeltés céljából. Hát drága képviselő úr, tisztelt miniszter úr, nem a Varga Tibor kolléga és nem a petíciós bizottság az, aki szégyent hoz bárkire is, hanem ez a kormány, ennek a kormánynak a tétlensége az, melyik szégyent hoz az egész Szlovákiára, Európa lakossága és az ország lakossága előtt, szégyent hoz a szlovák kormányra és szégyent hoz erre az államigazgatásra. Úgyhogy felszólítjuk a minisztériumot, hogy hagyja abba ezt a kompetenciaharcot, ne küldözgessen minket a gazdasági minisztérium elé protestálni, intézz el a gazdasági miniszterrel, intézzék el egymás közt, hiszen kollégák, és az a dolguk, hogy a lakosokért cselekedjenek. Köszönöm a megosztást!